Köszöntjük nézőinket! DDT-k Eges Medvék, lassú esztelig a mérkőzés, kezdődik másodpercek múlva Miskolcról a Népkerti Jégcsarnokból, és a szerdai Magyar Kupa selejtezőn a sima győzelem mellett a sérülésből a játékba góllal, jó játékkal visszatérő Hajós Rohannak is tapsolhattak a Jeges Medve szurkolók, akik a távoli olaszországi kontinentális kupa hétvégére is nagyon szép számban kísérték a kedvenceiket. Most a 16 mérkőzésben 23 pontot gyűjtő Brassó csapat a vendégszerepel, tehát itt a Népkerti Jégcsarnokban. És hogyha már a statisztikánál tartunk, a DVTK Jeges Medvék úgy vezetik a tabellát, hogy a mezőnkből egyedüliként csak ők játszottak 14 meccset, de ebből is a legtöbbet, 36 pontot szedték össze, és továbbra is szenzációs a kapott találatok száma, összesen csak 25. Összehasonlítás véget ugye ebben a mutatóban a második Mac 40 kapott találatnál tart. A szerzett gólokat alapul véve, ugye itt a harmadik helyen áll a csapat, de érdemes azért bekalkulálni azt is, hogy két meccsen ugye kevesebbet játszottunk az élmezőnhöz képest, és amennyiben Tiszel vezetőedző úgy dönt, már pedig úgy döntött, a bemelegítésnél lehetett látni, ezen a meccsen mutatkozik be majd hazai közönség előtt a DVTK Jeges Medvék új igazolása, a Gőz Balázs helyére szerződtetett amerikai védő Ryan Ruika. Egyébként a brassói vendégek is igazoltak egyet nemrégiben, a Debrecenből szerződtették Csiki Zoltánt. A Jeges Medvék kontinentális kupa hétvége miatt nem játszottak ezt a liga mérkőzést, a Brassó pedig az erdélyi rangadó teljesítette, ahol 3-2-re legyőzte Csíkszered a csapatát. És a bevezetőben említettem azt az örömteliteit, hogy ugye a Magyar Kupa meccsen a kanadai Magyar Hoki Klub elleni Magyar Kupa selejtezőn már játszhatott a hosszú sérülésből, már szinte visszatért csapatkapitány Hajós Roland. Ott gólt is lőtt azon a Magyar Kupa meccsen, de ezen a találkozón még nem veti be őt Tiszel vezetőedző. Itt a helyszínen lehetett látni, hogy Hajós Roli civilben helyezkedett el a lelátón és megtekinti övé meccsét, de már nagyon közel a visszatéréshez, tehát a Jeges Medvék hetese. És a Macik 17-es Láda Balázs indította ezt az akciót, amiben Pavuk Attila is bekapcsolódott. Rantanen helyett már a felező vonalnál Pirec Szakari szólt, aki beleért a koromba. Bas a túloldalra csorgó pakkot gyűjti össze, és csak megvan azért Szakaris, középre teszi, ez nagyon veszélyes lehet, Rantanen elsőre nem talált el. Fonák kísérlet volt, komoly zicserben az előre húzódó fémben, ezt most nem talált el. De ezt igen viszont! Vas János pazar érkezés tökéletes ütemben! Pavuk Attila kapu mögül lekészített passzát, a Macik 21-esek kitűnősége paskolta be a brassói kapuba. Bizony még odáig se jutottam el, hogy elmondjam önöknek, hogy Polc Patrik teljesít szolgálatot a brassói kapuba ezen a meccsen. A Jeges Medvék kapujában a Dorján Attila áll. Aki egészen parádés formában védte a csapatkapuját a kontinentális kupa hétvégén. Hát mondjuk a szezonban eltelt eddigi meccseken is, de érdemes kihangsúlyozni, hogy minimális formaingással szenzációs statisztikát maga mögött tudva teljesít a Dorján Attila ebben a szezonban eddig. És hát látszik is, hogy a csapat kapott góljainak számán. Ruika, Joe Beckpár előtt pedig Tóth Adrián, Rasmus Kulmala és Rindó László teljesítenek szolgálatot. Jön a távoli lövés, Ruika készítette le Colin Joe-nak a korongot, ami aztán Kulmala ütőjére vándorol. Megindul Rasmus Kulmala, felborítják és így már oda a korong, legalábbis neki, de be is gyűjtette ezt bíró azonnal. De az előre emelt, mint egy ilyen ívelés, az most nem volt jó opció. Aztán Ruika kapcsolódna be a játékba, de egy pillanatra elmélázott ott a Jeges Medvék új fiúja, kettes számú játékosa. Morcs saját kapunál már. Szaluga. Mihály tette vissza a korongot, nagyon szép korongáratás, de Trumka, ő lett volna a kiválasztott, már ő a Macik harmadában kellett volna, hogy hozzájön a koronghoz, de ez nem jött össze, egészen odáig nagyon szépen
építette pontos adogatásokkal akcióját a sárga-kékbe szereplő Brassó. Itt pedig már megáll a játék. Jarkko Leppänen gyorsított fel, és kísérte a korongot a kapu mögé, és életbe lépett a tilos felszabadítás. Peter Korda és Rencz Dániel vezetőbírók munkáját egyébként ezen a meccsen Kormos Dávid és szóval itt megállok. Egy vonalbíró névvel még adós vagyok, ezt nézzék el nekem. 3 perc telt el eddig a mérkőzésből. És Vas János találatával 1-0 arányban vezetnek a Jegesmedvék. Sorcsere mindkét oldalon jönnek be a friss emberek. Most ér végig majd a cserélés, a sor változtatása a teljes, komplett kispadon mindkét oldalon. Magosi, Miskolci, Galanis, Láda, Rantanen vannak most bent hazai részről. Az általában a kezdő népsor, majd jön egy ütés, egy elég jó tempóban elleneztett közeli kísérlet. A Brassói 9-es Bolsz engedte el ezt a lövést, amiből már fel is fejlődik támadásban. A házigazda Miskolci Márkó tette volna középre a korongot, de első számú szándékát nagy blokkolta. Meg Galanis visszaszerzi, mehet előre, jön a lövés! És még egy kétségbeesett hárítási kísérlet, de pontos hárítási kísérlet. Stop lett! Michael Stoff lett a vendégek 42-ese légiósa, nagyot hárított ott tulajdonképpen a harmad közepén, de tiszta, remek lövő helyzet Ben Galanis kísérletét blokkolta a brassói fiatalember. Kilepték ugyan Szakariszt a korong elő, de itt sem volt egyszerű hárítani, mert hirtelen ott a csapódott a mamutra a korong. Szerencséje is kell, hogy legyen a kapusnak. Mi a gól? Itt ez már nem szerencse kérdése, mert Peter Szakariszt passzát Pavut Attila. A Jegesmedvék 12-ese váltott a gólra. Gyönyörű ütemben szúrt bele Pavuk, és talán még a kapuvasat is érintette, úgy vágódott be. Polc hátra mögé, a gólvonal mögé. Kísértetésen hasonló találattal. Az elsőnél Vasáros góljánál a kapu mögül jött előre a passz, itt pedig oldalról érkezett a korong. De mind a kettőnél olyan tempóban jöttek oda a kapu elé a korongra. A Jegesmedve gólszerzők, de Vasáros és Pavuk Attila, hogy esély sem volt a hárításra, sem a bekeknek, sem a kapusnak. Találkozott már Erste-liga meccsen a két gárda ebben a szezonban, ugye még egészen a kezdeteknél. Egészen a kezdet csak saját társa korongja találta el Kulmala arcát, de megy tovább. A finn fiatalember kemény fából faragták Rasmus Kulmalát. Közben itt nagyon jól jön a korong Leppänen ütőjére, aztán sokszoros megpattanás után Tóth Adrián üti vissza Ritóhoz a kapu mögé. Nagyon szép gólt lőtt Ritó a kontinentális kupán. Aztán szimpatikus saját nevelésű támadó meg is egyezte a meccset beharangozó tájékoztató, hogy hát ő adta volna azt a gólt, csak inkább jutott volna tovább a csapat. Tehát így alakult. És visszatállt az előző gondolathoz. Egészen még a kezdeteknél találkozott egymással a két csapat, ugye a macik tulajdonképpen úgy indították a szezont, hogy Erdély túrára vonultak, és akkor 3-0 arányban legyőzték a sárga kékeket, a Jegesmedvék. Aztán volt még egy találkozó, hiszen a kontinentális kupa második csoportkörét azt a brassóiak látták vendégül, és ott is
összemérték erejüket a csapatok, és az is jeges medve siker lett. És ez itt jön ez a sorrendben, ha jól mondom, a harmadik. De ezt eddig átalakul végig a második összecsapás a két csapatnak. De ez most nagyon jól kezdődött a Maciknak a második és a negyedik percben Vas, illetve Pavuk találataival. DVTK Eges Medvék, Brassó 2-0. És korongot szerez Galanész, aztán Stofflet igyekszik javítani, de nem tudnak a Brassójak. Kamelövés! Egészen mélységből felnyűlt oda fel, miközben birkóztak a többiek, a kolongért érkezett Magosi, és el is sodorta a tempó különbségnek köszönhetően a papkot a Macik 82-ese. De egy picikét célt évesztett kísérleténél a válogatott támadó. Kihozták most az Ebrák a semleges harmadba korongot, Galanisárda bedobáson és hátra sodorja Colincsó, illetve Rujka ütőjén a pak. Körbenőtt korongra Miskolci Márkó jött, aztán még nála is kedvezőbb helyzetben volt ott bíró, és most ő küzdott a piros-fehérek gyűrűjében a pakért. Nem tudta megtartani, nem is volt a kezében az ütője. Megindul Miskolci Márkó, de most nem tudta előre kanyarítani a kapu mögül a korongot. Nagyon hárított. Borsuba bizonyok nem lett volna jó, mert a harmadszor is eladják ezt a játékhelyzetet a Medvék. De most nem jött előre a kapu mögül a pak. De még nem szabadul fel a brassói kapu. Gliga kőkeményen eltakarítja Miskolci Márkót, de megy tovább a játék. Kicsorog üres területre a korong, amit Bors szed össze. De ez az indítás nem jó. Aztán mégis jó lesz. Wolfs. Vilgos hoztette le a korongot, két légiós összeálltéka után pedig bíró üthette kapura a pakkot. Hárítani tudott Adorján. Szakarisz indul meg nagyon nagy tempóban. A túloldalon érkezik Pavuk. Most az ütőjén a korong jött a lövés vonákkal, de hárítani tudott Polc. Szakarisz. Nem egyszerűen tudja kezelni, menedzselni a Jeges Medvék akcióit, ellen csapásait most a brassói gárda. Ahogy bejönnek a brassói harmadba a Macik, az a tempó különbség az rendre azért leizzasztja a jégen lévő brassói urakat. Ott van gondja a vendégegyüttesnek most még ezekkel a szituációkkal. Itt a Szakadisz volt, most Pavuk választotja a kapu mögül, tett előre a korongot. Pavuk Attila, de Szakadiszt nem tudott ütni, ott jól dolgoztak, saját kapuk előtt a vendégek. De kicsúszik a harmadból a korong, ennyi volt most a célja Szakadisznak, hiszen jön a sorcsere közben. Kulmala, Kóth Adrián, Rito, Rantanen, illetve Raskas most a jégen lévő hazai sor. Rasmus Kulmala gyorsít fel, ekkora lövés volt a hosszú sarokba. Félelmetes sebességváltásokra, lövésekre képes a finn fiatalember. Most is villantott ebből a repertoárból egyet. Nincs ott az ütő Rantanen kezében, felkapni se nagyon tudja, folyik tovább a brassói támadás. És most jó volt a blokk, Tóth Adrián gátolta meg azt, hogy Liga próbálkozása elérje, eljusson a Dorján kapujához. Wolfsnak nem volt más opciója, csak az, hogy a buli után oda került a korong hozzá, meg is lőtte, takarásból tehette mindezt, de Adorján látta, érezte azt a lövősávot, és kontrollálta a korongot, ami után most újabb bedobás onnan a Jeges Medvék kapuja előtti területről. Maradt bent a már említett sor. Közben lassan elérkezünk már a harmad feléhez. A 9. percben vagyunk már. DVTK Jeges Medvék, Brassó továbbra is 2-0. Itt most pedig egy tilos felszabadítás miatt áll meg a játék. Hát eddig Renc és Korda vezető bírákat nem
állították túl izzasztó feladat elé a csapatok. Játékra figyel mindenki. Az első másodharmadlagos opció is az, hogy foglalkozunk a fő tevékenységi körrel, a játékkal magával. Takarásból érkezett egy ütemtelen ég fölött suhanó lövés. Mason Wilgos volt az, aki elvesztette ezt a löketet, de Adorján szépen hárította Mamuttal. Most pedig már tud Adrián ütőjén a pak. Kulmalá. Nem tudják szerelni, Gliga próbálkozott ezzel, de nem jött össze. Nagyon nagy Cseh Kulmalá! Hogy vett át a pályán megint? De jó ég! Hát egyre gyönyörűbb dolgokat mutat nekünk a finn korosztályos világbajnok, aztán Kolicsó átgyúzott a kék vonalról. Nem járt messze a boltól a házigazda, ezúttal sem. Újból csújtőjén a pak. Ebben most nem tudott senki úgy beleérni, hogy igazán veszély legyen, és Bors gyűjti be a korongot, és próbál előre jönni, de nem sokáig tudott, csak a felező vonalig. Már azonnal jönnek vissza a macik a pakkal. Berta lett volna ott. Joe kiválasztott. Csak tulajdonképpen őt szerette volna játékba hozni, de most a Maci 51-es egy kicsikét lemarad, de lesz még lehetősége. Ő is megszerezte már gólját új csapatában. Itt Albert kap egy méretest, nem a legszabályosabb. Testfelülettel ütközött ott a barsói, prasói kollega, bocsánat. Tóth Gergő meg is beszéli azonnal ott, hogy ez hogy is történt. Filip volt a beszélgető partner. Esetre megy tovább a játék, Rászkölvű üres területre a korongot, amire Gallalis mozdul. Jön a lövés, egy hatalmas Lepanen ágyúzás, nem sokat tévesztett a finnbek. Rászk is kaput talál, kiüti oldalra polc a korongot, és nem szabadul fel a brassói kapu. Nagyon nagy tempóban, pontos adagatásokkal építi akcióját a DVTK, és ez rendre azt eredményezi, hogy beszorul kapuja előtti aránylag kis sávba a éppen jégen lévő brassói sor. 9 perc, 10 másodperc van hátra az első harmadból, 2-0 arányban vezetnek a piros-fehér házigazdák, DVTK jeges medvék. Az indítás Miskolci Márkóhoz jön, de erre már nem indul el a Maci 71-ese, mert közben meg sor cserél csapata. Láda és Rantanen a backpár, éppen most Láda Balázs kapta a korongot. Vas, Pavuk és Szakarisz dolgoznak előttük. Vas, Pavuk összeáték lett volna, a szándék az teljesen egyértelműen látszott, de Mihály Hede volt az, aki még bele tudott korcsolyázni ebbe a passzba, így újból kell kezdje akcióját a DVTK. Péter jött ki nagyon jó tempóban, nagy lendülettel, és meghúzza ott a szélen a csapat a támadását. Most vonja be a társakat is a játékba. Jól forgatnak eddig a brassójak. Zsók Levente tűnt ott fel. Aztán őt elválasztják. Jeges medvék. Becsapdázták ott a korongos brassói játékost. Nálam a kettő ellen voltak a macik, meg is szerezték a pakkot. Joe. Pavuk tovább tolja. Amire Tóth Adrián érkezik, de Bors és Bors volt, akik ott szépen megoldották ketten a korok megszerzését, majd kihozatalát. Péter érkezik, nagyon jó fedezi a korongot, a gyors léptű, lassú játékos. Borst akart ott a kilátást a kapus előtt, ott volt még ráadásként Colin Joe is, de nem talált kaput ez a távoli brassói kísérlet. Elképesztő tempóban megy az idő, hogyha jó meccset látunk, akció, túlsak az események, nem csak úgy vánszorognak a másodpercek, mindösszesen 7-es perc van hátra már csak az első 20-ból, és változatlanul 2-0-ban vezette a házigazda a DVTK jegesmedvék csapata, a Gliga. Ez nagyon is szintszer is lehetett volna a kapu mögül, ahogy a Maci két gólt ütöttek, most közel jártak egy hasonlóhoz a vendégek, de nem tudták Borz ütőjére terelni a pakkot. A sárga kékek. Rujka és Colin Joe a backpár most bent a maciknál, és Joe gyönyörűen szerelni tud. Aztán egy kemény ütközés, de csak kihozzák, kibányásszák onnan a tömegből a pakkot a medvék. Galanis most nem jutott el a címzethez, Miskolci Márkóhoz az átadás. Jönnek most a vendégek nagy lendülettel.
Denis Zabludovsky volt az, aki ott meg eresztett egy sistergős kis lövést a rövid felső célhozta a vendégek 14-ese, aki megint ott feltűnik a korongnál, de nem jut már el, nem volt lehetősége Molnárnak őt bevonni a játékba. Már csak azért sem, mert mire kijövök a mondatból, már egy helyzet, egy magosi féle lövés érkezik a brassói kapura, de kiperdül a játéktéren kívülre a pak, és azért megáll a mérkőzés. 6 perc, 9 másodperc van az első harmadból. Egyébként a Continental Kupa hétvége előtt a Medvéknek nem volt egyszerű időszaka, ugye a válogatott torna hétvégéje volt, aztán ugye az vasárnap, egy vasárnap ért véget a válogatott torna, kedden már a Poprád elleni Visegrád Kupa elődöntő első meccsét teljesítették a Medvék, majd azon a hétvégén pedig elindultak az olaszországi Continental Kupa helyszínre, ahol a kazak és a francia bajnokot legyőzték a macik, és nem bírtak végül is a házigazda olasz együttessel. Aztán egy picit szusszantak a Jeges Medvék, és újból belevágnak a történések közepébe. Mert 5 nap alatt most megint 3 elég kemény meccs vár a piros-fehérekre. Itt van ugye a Brassó elleni csata. 2 nap elteltével jön majd ide a Népkerti csarnokba a Vienna Capitals, és megint 2 nap elteltével pedig jön szintén ebben a csarnokban a Poprád elleni Visegrád Kupa elődöntő visszavágó, amit ugye nagyon kedvező helyzetből kezdhetnek a Medvék, és hát érthetően nagyon hegyezi rá arra meccsre magát a csapat és a közönség is, mindegyikre készül a gárda, de azért nyilván van némi prioritás most a vadonatúj torna, ugye első kiírását élik, meg Visegrád Kupa első kiírását a csapatok, szervezők, és azért különleges íze lesz annak majd, hogy ki iratkozhat fel legelőször majd a kupa győztes névsorhoz, ami majd remélhetőleg jumosabb névvel bővül, és ez azt jelenti majd, hogy sok éven át zajlik majd ez a kezdeményezés. Közben Adorján hárít, egy nagyon ravasz kísérlet volt, ütemtelenül Zsók Levente suhintott kapura. De Adorján szépen hárított a lepkésben, pihent a kesszű. Bocsánat, a korong. 5 perc 24 másodperc van az első harmadból, hátrajön egy nagyon nagy bomba! Fú, egészen a kék vonalról ágyúzott egy hűtületesen nagyot, és nem is volt egyszerű hárítani a Csiki Zoltán lövését. Éppen az általam említett friss igazolása a Brassónak, közben Bas Piszkáján nagyon jó ebben a korongot. Bíró szól, lövi be a kapu mögé, amire Zsók érkezik. Megint Csiki, megint jött a lövés. Most nem talált kaput a távoli kísérlet, de bíró ütőig jött csak a korong. Egyenlő létszámban vannak ment a csapatok, csak most szépen felállt a brassói sor is, és ezért tudtak ott izgalmasabb másodperceket kialakítani. Szakadész belekorcsolyázik a korongba, amiért Pabuk érkezik, de hátra kell jönnie mindenkinek, mert lesz lett volna. Borsz túl belent az átadásba is, fordul a kocka, most a brassóiak támadhatnak azonnal, de nem se fejtették, mert Pabuk Attiláé már a korong. Szakadész. Átszárult minden akadályon Peter Szakadész. Most jön a társ, akit bevont a játékba. Leppanen, ez nem volt a legjobb lövés, és mégis így lett igazán veszélyes. Még Kulomala belepiszkált a kapu előtt a pakba. Nem kis bravúr volt Borsztól a hárítás. De szintén igaz ez a másik oldalon. Adorján is blokkolt egy nagyon sistergős kis lövést. Kligar eztette el. Se tudtam mondani a mondatot, amikor Pabuk megint rá tudta lőni. Nagyon gyorsan felépítette támadását egy hipergyors kontrából. Szakadész átadását követően tudott lőni Pabuk. Hát felpörögtek az események, megindult a játék. És bizony nem tartalékolnak a legények. Megnyomták a gázpedált rendesen. Nagyon jó tempó, izgalmas, tiszta jégkorongot láthatunk. Jön előre itt a
kettővében Kulmaláb. Mögötte Ritó segít, de kapura suhintotta a finn légiós, majd kapja is vissza a korongot Tóth Adriántól. Hopp, ez az első kiállítás. Ez egy kicsit azért semmilyen szerelési szándékot nem mutatott, csak eltüntetni a korong mögül Rasmus Kulmalát. De hogy én mit gondolok, az egy dolog, a játékvezető is most ezen a platformon volt, ahogy soroltam önöknek. És a 42-es számú ebben Michael Stofflet a kiállított. Komoly téttel bír ez a találkozó, és mégis szinte már letelt az első harmad, és ez az első kiállítás csak a mérkőzésen. Hogy vannak vele, de hasonló. Tehát az ilyen módon zajló, ilyen koreográfiájú meccseket kedvelem. A minden idegszálával, minden égen lévő, tényleg csak a játékra kell, hogy figyeljen. Nem a másik levadászása, vagy megsemmisítése a cél. Nagyon nagy játék és Magosi pompájával már 3-0! Az ember előtt kihasználva keresztpasszokkal széthúzták a létszám hátrányos védelmet, a kapu előtt a Medvék, és a 82-es számú kitűnőség. A kanadai táblázaton egészen szenzációsan álló, eddig ragyogóan teljesítő Magosi Bálint a harmadik hazai gólszerzője. Kettő volt ember előny, vagy bocsánat, a létszám azonos helyzetből ütötték a Jegesmedvék, és most ez a harmadik hazai gól, ez már ember előnyös játék nyomán született, amit kitűnően használtak ki a Jegesmedvék. Rujka emelt előre a korongot, ami most eljut egy érintés nyomán Szakarishoz, aztán nincs tovább, mert érkezett oda Tranka. Kellően erőszakosan meg is szerezte magának a korongot. Szakadisz azonban nem hagyja annyiban, nem olyan típusú játékos, akit úgy egyszerűen le lehet gyűrni. Most is maga ellen tartotta a korongot, jól fedezte Szakadisz, befordult a kapu elé. Nem volt más opció, már csak a szabálytalanság. A képen látható Csíki Zoltán lesz az, aki most megint a brassói kispadra le kell, hogy üljön. Alig állt fel onnan a társ. És azt a emberölgés helyzetet kihasználták a Medvék. Tényleg egy pár másodperc korongjáratás után jött a Magosi bomba, és Polc már nem tudott átérni. Na nézzük, ez miként ér majd véget. Ez az emberelőny. Bedobás után egyelőre elindul Polc előre a koronggal, sőt Colin Joe kezéből kiesik az ütő. Átment a paklikához, meg volt a váltás. És Magosi jött hátra egészen saját kapuhoz. Zsebkendőnyit eszletett, de végig is jól csinálták, meg jól oldották ott meg az előrehúzódó Jegesmedvék, Galanisz és Magosi, és fel is álltak emberelőnyös játékkal. Megkezdődik a korongáratás a brassói harmadban a piros-fehérek részéről. Egy Leppänen bomba süvít át ott a kapu fölött, majd újból Jarkko Leppänen ütőjén a pak, de most nem a lövésön, hanem összjáték kezdődik. Galanisz Leppänen, ez a korongutya, Magosi kapcsolódik be. Most jön a lövés, még bele tudott nyúlni a Colin Joe a lövés be. De nem tudták meglepni Polcot a mieink, és elmozdult a kapu a brassói kapus mögött, ezért hallatszott a sípszó, ezért állt meg a játék. De még 58 másodpercig emberölőnyben járatja a korongot a házigazda. Fontos is lesz, hogy meglegyen a buli után a pak, és meg is van Vas János átad a bedobáshoz. És Ülvény most bejön a Szakarisz ütőjére korongot. Pozzon cseppít a Szakarisz részéről, és Pavuk Vazi már nem jutott el, mert már mozdultak rá sárga kékek, és eltakarították onnan a játékszert kapujuk az eléből.
47 másodpercig még 5-4 ellen megy a játék. Felszabadító ütésnek indult, aztán végül is elcsípték a macik a korongot, Rantanen-tőjén a pak. Átforgat a túloldalra, Láda. Vas. Hát már itt nem volt idő megszólalni, becsülettel bevallom. Én már azt néztem, hogy Szakaris kihez teszi majd a korongot, de nem tette ő senkihez, hanem bebűrözte a polcot és megszerezte a Jegesvedvék negyedik találatát Peter Szakaris, aki végig nagyon aktív volt a meccs elejétől kezdve. Nagyon élt, nagyon akart. És hát tulajdonképpen a kiállítást is ő harcolta ki, és most ő is értékesíti így ezt az emberelős játékot csapata számára. 43 másodperc a hátra az első harmadból. VVT-k elkesmették Brassó 4-0. Elég komoly csapást mér ellenfelére már itt az első felvonásban a házigazda. Lesz ebből visszaút? Ez nagyon nagy kérdés. Minden élő csapat sportág. Tartalmaz egy egészen komoly kiszámíthatatlansági faktort, és ezért olyan jó nézni, olyan jó izgulni a kedvencek meccsén. De a Rékonokra aztán végképp különösen igaz ez. A játék tempója miatt egy 20 perci etap során is itt radikálisan feje tetejére állhat minden addigi történés, ami a meccsen volt. És hát valami ilyesmivel próbálom kecsegtetni így átvitt értelemben a brassóiakat, bár nem hallják a vendégjátékosok azt, amit én mondok, de valahol egy picit talán lehet szükségük lenne rá, mert nagyon egyértelmű volt az első felvonás. Igazán nagyon komoly gólhelyzetig nem jutott el a vendégcsapat, de szépen járatták mezőnyben a korongot, de ez kevés volt, hiszen a macik többször is bevették a brassói kaput, és az első harmad végére már 4-0 arányban vezetnek.
vezetők és a csapatok már régen, nem sokára kezdődik a második harmada, a DVTK Jeges Medvék lassú elszállik a mérkőzésen. Azok számára mondom új információként, akik most kapcsolódtak be a találkozó megtekintésébe, hogy nagyon magabiztos, meggyőző játékkal 4-0 arányban vezet 20 percnyi játékot az első harmadot követően a házigazda Vörös-Fehér DVTK Jeges Medvék csapata. És hát az első harmadban már boncolgattam önöknek, hogy milyen menetelésbe kezd újból a csapat, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy miként gazdálkodnak az energiával, mennyire tudnak kipihenten belekezdeni egy-egy meccsbe lehetőség szerint a Jeges Medvék, és ezzel kapcsolatban fogalmazott meg gondolatokat Tiszel vezetőedző még a találkozó felvezető sajtótájékoztatón. Arról beszélt a svéd szakember, hogy bár nagyon szomorú, hiszen a kontinentális kupában nagyon közel álltak a továbbjutáshoz, de szomorkodásra már csak azért sincs ok, hiszen még 3 sorozatban áll a csapata, és bizony ezekben a sorozatokban, ugye az Erste Ligáról, a Magyar Kupáról és a Visegrád Kupáról beszélünk, megfelelően tudjanak teljesíteni Jeges Medvék, kiemelten fontos, hogy hogyan gazdálkodnak a pihenőidővel, hogyan készítik fel magukat két meccs között a fizikai terhelésre a piros-fehérek. Mindegyik sorozatban céljaink megvalósításáért dolgozunk, nagyon sűrű napok várnak ránk, 5 nap alatt 3 mérkőzés, kulcsfontosságú lesz a pihenőidő megfelelő kezelése. Így foglalt egész konkrétan állást Mikael Tiszel vezetőedző. De most aztán ezen a mérkőzésen egészen konkrétan itt a második harmadban nem nagyon lesz idő most a pihenéssel foglalkozni, mert ugyancsak belekezd a Prassó ebbe a meccsbe, és ott egy nagy helyzet. Zarudovszky rálőtte a kapura, a korongot csírt, konkrétan a Dorjának kellett hárítania, majd a második kísérlet is a Prassói 14-esé volt, de akkor nem talált kaput próbálkozása. Most szedik össze a korongot a Macik, és jön előre a támadás. Egy lőtt passz Magosi részéről, amit Miskolci Márkó még lekezel, de tovább menni, folytatni az akciót most nem sikerült. Szaluga szárkodj be a hazai harmadba, jön a lövés is, és szépen senkitől sem zavartatva összeszedte a Dorján a korongot, és most már a vonalbírónál a pak. Az első harmad végjátékában két emberelőnyös játékhelyzethez jutott a házigazda, és mind a kettőt gólra váltotta. Alaposan megsorozva így idézőjelbe ellenfelét zárta az első 20 percet a DVT-ke. Még hát a Brassónak azt kell megmutatnia, mert ember próbáló feladat lesz ez, de 4-0-as hátrányból is vissza lehet jönni. Minden esetre a sárga kékeknek úgy kell tenniük dolgokat, mintha nem is történt volna semmi, bár ez borzasztó nehéz lehet, illetve lesz számukra. Sorcsere közben jön a Jeges Medvéknél a Ritó, Tóth Adrián, Fulmala támadó trió, mögöttük pedig a Rujka Rantanen, bocsánat, a Rujka Colin Joe backpár teljesít szolgálatot. Ide-oda pattog a korong, amit végülis Ritó szed össze, és okos gondolat, hátra a tisztán állomásozó Colin Joe-hoz érkezik a pak. A back indítja meg most csapata a támadását, amivel azért stop lett még beleért, hozzá perdült a megpattanó korong, és most már Brassó ütőkön jár a pak. Péter Fonákkal behúzza a Dorján kapuja mögé, de ott Colin Joe az első érkező. De ez nem jelenti azt, hogy a Maciké a pak, illetve most már igen. Ritó, Pumala, egy pillanatra elpattan a korong, aztán felgyorsít a finn fiatalember, de a Stafflet jobb helyzetben volt. Jön egy nagy löket, épp hogy bekapcsolyázott nagy a hazai harmadba, el is eresztett egy jókora bombát, és a Dorján fogta, hárította ezt az életerős kis lövést.
szó. Radonján Attila csíki kékvonalas nagy bombáját először csak úgy lefejelte maga elé a jégre, és utána kaparította meg a pakkot. Meg se rezdült Radonján Attila. Nagyon látványos állítás volt. Érthető okokból nagyon-nagyon aktív kezdi a második harmadot a brassói gárda. Számunkra az lenne szinte csak az egyetlen opció, hogy most itt rögtön még lehetőleg minél gyorsabban a játékrész elején betaláljanak. De hát van egy elég komoly játékerejű ellenértekelt fél itt most a végen. A házigazda, DVTK Igás ment végcsapata személyében. Mert a Tóth Gergő-Albert támadó trió vonul most re a padra, cserkezik be helyettük a Magasi Galanis Miskolci Vojtko Lepanen névsor. Koromszerzés után elindulnak a vendégek, illetve indulnának, de a vonalbíró pont a brassói kispad előtt állomásozó vonalbíró lestjelzett. Bíró bánta ezt talán a leginkább, mert kapott egy csomagot, egy érkező jegesvért vét oda a nyakába. Felborultak ketten, végre huppantak. De a les miatt állt meg a játék, és onnan a semleges harmadból bedobással folytatódik. Körbenőtt korongra, ami egy pillanatot gazdátlanul állomásozott, le is csapott, és kapura is ütötte azt Bolz. Oldalra terelte Adorján korongot, ami most már galaniszítőjén. Miskolci cselgép oda befordult a tömegbe, de nem tudta megtartani a korongot, aztán kérdés, hogy ebben a nagy flipperezésből, vagy ki tudja kihámozni. Gliga lett a győztes. Jól tette hátra, de nem elég jól. Picit maga mögé kellett nyúlni a társnak, de azért csak eleresztette egy bombát a kollega Maxim Stravinskis. Bocsánat, Sirakas. Ezt nem tudom, hogy sikerült így össze kombinálnom. Minden esetre Bolz pedig bekombinálta a hazai kapuba a brassói szépítő találatot. A vendége 9-ese, tehát ezt a furcsán felperdülő korongot, korongból kialakuló helyzetet értékesítette, és ez a szépítő találat a vendégek részéről. Negyedik perc a második harmadban. Középkezdés után Vas János ütőjén a korong, majd kap egy szenzációs indítást, Vas Janko, jön a lövés, jön az ismétlés, a kipattanót azonnal Ritó paskolta rögtön kapura. Fú, hát másodpercek elteltével rögtön gólszerzési lehetőség a medvék előtt. Ha esetleg egy picit még álmoskással jött volna ki a folytatásra a házigazda, most itt aztán lerázták ezt a kis bágyadságot, ha lehet ilyet mondani, és rögtön jött egy komoly válasz a brassói gólra. De még most ott tartja a korongot a vendégcsapat a hazai kapu előtt. Aztán egy újabb nagyon veszélyes megindulás. Vas János átforgat a túloldalra, Pavuk érkezik. Szakadi szállomásozik még ott, de most elcsúszik Papuk Attila ütője mellett a korong, és most már Bíró ott bent a hazai kapu elé, lövi be. Péter érkezett, de nem az övé lett, hanem a mélységben stop lett. Volt az, aki összeszedte és kapura lőtte. Egy lőtt passz, nincs lesz, Szakadi gyönyörű csere, elrepült ott stop lett, de nem tudta maga előtt tartani a pakkot, Peter Szakadi. Szinte a mennyezetig felemelt korong, de marad a végen, marad a pályán a pak. Lepanen Kuhlmann a korongváltás után jön előre a házigazda. Egy nagyon lágy kézzel finoman
előre pötkölt Battút Adrián Kulmala összjáték. Rask egy méretes bomba, nem sokat tévesztett a back, és ott van még Tóth Adrián. Hú, ez komoly volt. Tóth Adrián kinéz a játékvezetőre, de megy tovább a játék. Stofflet volt kőkemény, eltakarította Tóth Adriánt. Aki most kap egy nagyon jó indítást. Hárman már bent társai közül a brassói kaphoz közelednek. Kulmala pörgette fel a korongot, amit szintén fejjel hárított ott Bolc oldalra terelte. És itt korrigálnám magam, elnézést kérek minden kedves nézőnktől, mert közben pedig az első harmadban bekapott négy gól miatt Martin Legrand változtatott, és most már Tőke Zoltán védi a brassói kaput. Tehát Tőke védése volt. Azt láthattuk az előbb, ez a helyes megfejtés. A második, harmadik, hetedik percéhez érkezett már a mérkőzés. DBTK Jegesmedvég Brassó 4-1. Berta Albert, Tud Gergő támadó trió mögött pedig Láda Rantanen backpár tevékenykedik. Zabudovsky túloldalak, Franka vissza a feladóhoz a korongot, pedig szép korongáratás. Bírós bekapcsolódik a táncba. Kapura elé lőtte, hogy talán a kapussal, vagy egy érkező társról is, hogy bepattan hasson a kapuba a korong, de nem így történt. És Trantra is elengedi, mert sorcsán élnek a brassóiak, közben már Magosi a vendégharmadban a koronggal. Tóth Gergő lett volna kiválasztott, a lőtt korongot azonban nem tudott, korongot nem tudta lentartani a nagyszakállú miskolci játékos is. Jönnek előre most a vendégek. Hát ahogy említettem önöknek, nem is maradt más lehetősége, a vendégeknek meg kell tolják a meccset, ameddig és ahogyan csak bírják. Ennek eddig egy gól a jutalma, majd még azt lehet ezt gyorsan hozzátenni, hogy azért ilyen veszélyesen és ilyen számban nem nagyon tudta megjáratni a Jegesmedvég kapuja előtt a korongot a vendégcsapat az első harmadban, mint most itt a másodikban. Jól dolgoznak a macik is, Colin Joe indítja csapat akcióját. Összeütközik, ott a két Jegesmedvég játékos és Adorjánnak kell nagyot hárítani. Pamuk és Colin Joe-t nem értették meg egymást, de nem lett belőle baj végül is. Sőt, Vasak volt már helyzetben, középről lövid a túl oldalon, a Rask jött még egy nagy bombára. Hátracsal a Rantanen, vagy bocsánat, Lepanen ütőjére a korong. Vas tovább pöcköli, de most ez nem volt jó Pidor Szakarisznak. Vasjankó azonban visszaszerzés, azonnal belövi a kapu mögé, de most a társak inkább sor cserélnek, sehet előre a vendég próbálkozás, de ez így lesz. Mihály Ede volt az, aki nem tudott ki slisszolni a hazai harmadból, bent érte még a korong. A játék megszakítást használja ki Tüssel vezetőedző, és egy pár szóban ott instruálja csapatát. Szemlát Tamás nagyon jól megérti egymást a keret és a szakember, hogy reszett dolgok kereket neki közös munkával. Közben bíró a koronggal, jön a lövés éleszögből, és Adorján beleállt ebbe a komoly löketbe. A pak pedig ott pihent a lepkésben. Most már a vonalbíró kezében. És lassan elérkezünk a második harmad, és így a találkozó feléhez. Továbbra is 4-1 arányban vezetnek a Jegesmedvék Brassó csapata ellen. Budi után ott a korong pedig Láda Balázsi, aki nem csak a teket úrjázik. Tóth Adriánhoz tovább bít, aki önfeláldozóan belelép a korong útjába, majd jutalmaz, hogy tovább hozhatja. Ritóhoz átvarrag a korong a túloldalra, Láda! Vissza a kapu mögé, ez nagyon jó opció volt, megint Tóth Adrián. Most nem tudtak összjátékot kialakítani a Jegesmedvék. Aztán visszakapják, Kulmala szerzi vissza a korongot, talán! Uaj, mekkora csámot kiül!
labdát senki nem üti meg. Kislást mutat a vezető bíró, de hogy Ritó érkezett oda a Kulmala által visszaszerzett korongra, az egy nagyon komoly veszélyhelyzet volt ott egy szemvillanásnyi idő alatt. Hát nem sok hiányzott ahhoz, hogy Tőkét is felavassák a Jeges Medvig, de egyelőre még erre várni kell. Kihozzák a bulit a semleges harmadba a játékvezetőt. És most már a Jeges Medvég ütőjén a folytatásban a pad. Rújka lövi be, a palántól visszapattanóra pedig Kut Gergő érkezik. Indítás lesz belőle. Bíró nem mozdult rá, kicsit erős volt az egész pályás passz. Egészen konkrétan tilos felszabadítás lett belőle, és jönnek is vissza a csapatok a brassói kapu elé. Berta érkezik hazai oldalról a bedobáshoz. Daniel Franka volt ott még vele szemben. De nézzük! Colin Joe volt ott a korong mögött, majd itt Berta tűnik el, egy csel szakad így meg, ennek pedig az az oka, hogy kiállítás lesz, késleltetett kiállítás volt itt egy pár másodpercig, azért igyekeztek ebből is veszélyeztetni a Jegesmedvék, de közben már a szabálytalankodó vendégjátékos bíró el is foglalta ott a büntető padon rövid időre állomásáért. És nagy kérdés lesz, hogy most mennyi időre, hiszen eddig két ember előnyös játékot játszottak a Jeges Medvék, mind a kettőt aránylag gyorsan sikerült gólra váltani. Most itt ez a harmadik, nézzük ebből mi lesz. Megvan a korong, fel is állnak a Medvék, Alanis Leppanen járatás, korong járatás, jött a Leppanen féle lövés, kaput is ért, de nagyon szépet védett ott Tőke. Leppanen tovább tolja, Magosi be a kapu mögé, tovább átcsorog a túloldalra Galanishoz. Egy ravasz kísérlet Galanis Nikandrosztól, de Tőke ki tudta sodorni a korongot, amit végül is Gliga a pálya túlsó végéig ütött el. Magosi érkezik, de gyorsabban ért oda a koronghoz, és a nagy bárdal is elsodort a Tőke. Majd egy újabb felszabadító. Előre jutott korong a Jeges Medvék részéről, hogy Vilgos kicsi szerencsével megszerezhette volna, de nem tette meg a korongot. Peter Szakár is szeretett volna első szándékból bebújni ezzel a indítással, ezzel a lőtt passzal, de aztán les miatt állt meg a játék. 54 másodperc van még hátra a brassói ember hátrányból. Tökéletes lesz az ember előnyös helyzet kihasználása a Jeges Medvéknek, ez itt a kérdés. Rantanen csípi el a korongot, Láda Balázs, és felállnak a Jeges Medvék. Vas vissza Ládához, tovább megy a korong, Rantanen! Még tovább szerette volna ő is tenni, de belekorcsolyáztak átadásába a vendégek. 30 másodpercig még ember előnyben a házigazda, Láda Balázs, Szakarisz, Pabuk, ebbe belenyúltak most a brassói kollégák, sőt ki is jön a korong, amit Láda megtart, pedig nem volt egyszerű dolga, Bors és Zsók is ott voltak mellette, körülötte érkeztek a vendég támadók is a korongra. Láda Balázs hozta ki saját kapu mögül, Pabuk. Érkezik a jelzés Adorjántól, kiegészül a vendégcsapat, de ott vannak támadásban a macik. Vas! Szépen tartja meg Vasankó, tovább tolja Láda érítésével a korongot a túloldalra Rantanenhez. Pabuk nézi, hogy ki lehet a legjobb opció. Rantanen ütője alatt kicsúszik, de jól forgat át még a túloldalra a finn back. Rujka van most itt a túloldalon, ütött előre korongot, amért Szakarisz küzd. Visszasodolják Bors jóvatából a brassújak, vagy most megvan már a kék-sárgáknak a korong. Stoplet ütött előre, de most nem volt pontos a kísérlet. Annál pontosabb viszont Ritó ütőjére korong! Mentozár
átadás Kulmalához, egy pici hiányzott a pontos összjátékhoz csak. Bors, dobatolja még, ott pedig Stofflet, jó a meglátás, Szaluga, ez már kevésbé jó, túl Tatrián blokkolt, és kap egy nagyon jó indítás Kulmalától. Megindulnak előre Jeges Medvék, nagyon jó a visszaforgatás, Kulmala indul meg, de Stofflet most szépen szerelt. De az indítása megint nem jó, Mihály szaporázza, de tilos felszabadítás lesz így. Korincsú nem találta el, bár szerette volna a korongot, és így ez lett a vége. 7-es perc, 18 másodperc van hátra a második harmadból. DVTK Jegesmedvég, Brassó 4-1. Ugye mind a négy hazai találat az első játék részben esett, és a most is tartó második játék rész, a negyedik percében pedig jött a szépítő brassói gól. Itt tartunk eddig. Most nagy erőkkel rohamozzák egymás kapuját a csapatok, amely a harmad eleje a vendégeké volt, és már azért kibújnak jócskán a szorításból a Jegesmedvék, és egyre veszélyesebben érkeznek. A kapuscserét követően Tőke Zoltán kapujához. Filip és Szaluga egymásnak korcsajáztak, de ezt csak átmenetileg tudta kihasználni Tóth Gergő, megindult előre a koronggal, de aztán utalérték. Közben a játékvezető is csíp harsan, egy újabb tilos felszabadítás, és jön vissza bedobással a játék a brassói harmadban. Rantanen tékvonalas lövését blokkolja Szaluga, majdnem az ütője bánta, majd ott egy kis palánka szorítósdi, de kihámozza Kulmala a korongot. Elképesztő tempóban közlekedik a finn fiatalember a jégen. A Rantanen ütője mellett elcsúszik, de érkezik a társ, és biztosította azt a tovacsorgó korongot. Vojtko Matyi volt név szerint, most is jön egy a pakért. Zsőin saját kapu mögül indítja a csapat a támadását. Magosinak ez egy kitűnő, Tóth Adrián van még ott. De most jól tömörültek a sárga kékek, és sútját állták ennek a összjáték kísérletnek. Csiki eleresztette távolról, nem sokat gondolkodik a friss brassói szerzemény. Távolról a harmad bejáratától nem az első életerős kis lövését ereszti el. Közben sorcsere hazai oldalon, Rujka és Koincsó a backpár. Magosi kapja a korongot. Galanisz középen, ott van a Miskolci Márkó, de most más opciót választott Galanisz Nikandrosz. Most jött Miskolci a koronghoz, vagy hozzá a korong. Nagy és Galanisz kis duettje után egészen mélyen hátra a hazai harmadba csorog a pak. Joe. Ez a lőtt passz így nem volt lekezelhető, és tilos felszabadítás kerekedik így ebből a kísérletből. 5 perc, 14 másodperc van ebből a harmadból hátra. Szalugával a korongért. Bocsánat, meg hogy is nem Szaluga volt ott, hanem Liga. Megint ő lett volna a címzet, de most megszerzi Vasenko a korongot. Pavuk betolat, hogy lőhessen. Nagyon nagy játék! Az a szenzációs kategóriába tartozó meglátás, hogy nem jött egyből a pumpa. A kék vonalról, hanem egy lőtt passz volt Peter Szakari ütőjére, aki ott állomásozott a hosszú oldalon, és csak be kellett paskolnia a remek meglátás után. Egészen közelről csapata újabb gólját, szám szerint már az ötödiket. Nagyon okos megoldást követően
Szakarisz góllal már 5-1 arányban vezetnek a Jegesmedvék Brassó ellen. A második harmad 16. percében tartunk. Ez egy szenzációs opció volt. Tudatosan ment oda a korong. És ebből egy újabb gól lett a vége. Jegesmedvék szempontjából azért ez megnyugtató, hogy a brassói találatra tudtak ők válaszolni. Nem egy újabb brassói gól következett. Gulmalá és Filip küzdenek meg, amiben most Tóth Adrián is bekapcsolódik. Nagyobb dolgoznak most ott mindkét csapatjátékosai a brassói kapu mögött. Szárító nem tudja kiszabadítani az ütőjét. Palánkra szorítós itt láthatunk. Aztán csak kicsorog a korong. Rantanen ütőjén a bank. Tovább tolja Ritó. Tóth Gergő, megint Ritó. Szépen a háta mögé az érkező társnak szánta ezt Ritó Laca, ezt az átadást, de ott most csak vendégjátékos volt. De nem mennek a brassóiak erre az indításra, mert ők is sort cserélnek. Ezt próbálják most a macik is kihasználni. Albert, Berta, Tóth támadó trió van bent a égen. Magyar egy gyilkos szaloga lövés, de szépen hárította a rövid csarokra tartó kísérletet a Dorján Kapus. Majd nagy tördbe két Miskolci játékos közé jött a ívelésszerű lövése. Nem volt benne annyira nagy erő, de szépen helyezve ment a korong, de a Dorján lepkésében halt el ez a kísérlet. Csúszik a hazai harmadból a pak, sőt, konkrétan ez gólhelyzet lett egy pillanat alatt, mert ide-oda pattogott a korong, többször is egészen más irányba perdült a pak, mint ahogy az a ütőről elindult. Kell néhány pici szerencse is a játékhoz. Nagyon jól forgatnak most a brassóiak, Molnár különösen jól csinálta ezt az előző pár másodpercet. Itt a tömegbe belőtt korong nem jött el a kapuig, hanem most már Galanisznik Androsz hozza előre. Sőt, lassan a gólhelyzet! Nem láttak ők egy pillanatra, aztán hárítani tudott! A kapus előtt táncolt egy másodpercig, talán a korong gazdátlanul, de aztán korrigáltak a vendégek is. A kapus kesszéjébe vándorolt a pak, azután pedig majd oda bedobó ponthoz, ahol már ott áll Vas Jankó hazai részről. Vendégektől pedig Tranka újból, Lepanen, csak egy lágy kézzel tovább tolt korong Szakariszhoz. Két góljával és nagyon aktív teljesítményével Szakarisz is sokat vál a csapata játékából. De igaz ez mindenkire, aki égre lép a miskolci címvédőknél. Lepanen lőtt átadása lekezelhetetlen volt most, és ezért tilos felszabadítás következtében átkerül a játék most oda a Dorján Attila kapuja elé. 2 perc 10 van már csak a második 20-ból hátra, és 5-1 arányban vezetnek a Jegesmedvék Brassó csapatra ellen. És megvan a vendégeknek a korong, Bors azonnal kapura is lövi, de egy társról, szerintem pont Trankáról perdül magasan fel a biztonsági hálóba a korong. Sárgáké a lehetőség, hogy támadást építsenek. Szépen forgattak ott a palánk tövében a vendégek, a Tranka ütőjén a korong. Bors kapcsolódik be. Bíró is szaporázza. Megkapta ott Ritót a nyakába, mint ne legyen egyszerű az élete.
Nagyon komoly energiát fektetnek mindkét részről a játékosok a meccsbe. Tudatriához perdült oda korong, jókor volt jó helyen, de az indítás, ami Ritónak szánt, hogy megiramodhasson bele a fiatal kollega a koronggal, az átadással, most nem valósulhatott meg. Aztán csak eljut nagy nehezen Tudatriához a korong, többszörös érintés követően, és most ő dolgozik ott Ritó segítségével, két brassói kollégával megspékelve ezt a nagy négyest ott. Vilgos és Csiki voltak még ebben a kis négyesben. Vasankó tempóban, gondolkodásban gyorsabb volt ellenfelénél, neki szerezte a korongot és remekül lőtte oda a kapu elé, de ebből most nem lehetett támadás befejezést kicsiholni. Újból Vas, nagyon jó indítás, aztán Papuk Attilát egy kicsit megdolgozták, lemérte el a korongot, de annyira még nem dolgozták meg, hogy kiállítást legyen belőle. Gliga jön előre, korongszerzés, Koluncsó, parádéssal játszik a védő, ez itt pedig a vonalbíró szerint Les, megáll a játék 11 másodperccel a harmad vége előtt. Lepanen, Rask, Bekpár és a Galanis Miskolci Magasi trió jött még vissza erre egészen csekéke időre, ami még a középső harmadból hátra van. Azt már egy szépen biztonságos körülmények között eltöltik a bekkek, mert ebben a pillanatban véget ér a második 20 perc. Hát esett találat ebben a harmadban, és hát megszületett az első vendéggól, de nagyon sok lehet ezzel a találattal a sárga kékek nem mentek, mert válaszolni tudtak rá a hazaiak, és ezért arányaiban nem változott a mérkőzés. Két harmad után DVTK Jegesmedvég Brassó 5-1.
A záró felvonáshoz, annak kezdéséhez érkezett el a DVTK Eges Medvék Brassó Eszterliga jégkorong mérkőzés. 5-1 arányban vezet a piros-fehérmezes házigazda, DVTK Eges Medvék csapata, és így kezdődik tehát a harmadik harmad, és eddig mindenben alátámasztották a történések, míg a mérkőzés előtti beharangozó tájékoztatón elhangzott Ritó László jegyezte gondolatokat. A Eges Medvék 19-es saját nevelési fiatal támadója említette meg, hogy nagyon kemény lesz az Erste Liga hétvége is, ugye most itt a Brassó, majd két nap múlva a Vienna Capitals érkezik ide a Népgyárti csarnokba, és utána nagyon kemény lesz rögtön a Visegrád kupa meccs is, folytatta a fiatal támadó. Ott mindenképpen szeretnénk tovább jutni, és az Erste Ligában sem szeretnénk azt megengedni magunknak, hogy pontokat hullajtsunk el, mert a középszakasz előtt bizony nagyon jól jön majd a pluszpont. Ezek voltak Ritó László szavai, és most nézzük a tetteket! Magosi és Miskolci ketten forgatták ott meg. Egy picikét Tőke kapust, aki nem tudta, hogy jobbról vagy balról jön-e majd végül is a lövés. Aztán Miskolci Márkó jegyezte, lövés elkerülte végül is a brassói kaput. Meg volt már itt a záró felvonás első helyzete is. Szakarész a koronggal tovább tolja, Vas János nem tudta maga előtt tartani a korongot, Vas Jankó, a tempó az egyértelműen megvolt, sőt, egy jócskán megvolt a többiekhez képest. De az a pici mozdulat hiányzott, most bosszúsan csap is oda a jégre. Véges Medvék 21-ese. Rendkívül tiszta, szabályos játékot láthatunk. Nem győzöm hangsúlyozni, mindösszesen három kiállítás volt eddig a meccsen, és az mind a három a vendégcsapatot érintette. De nem hiszem, hogy ők majd ezzel a statisztikával kapcsolatban reklamálni kívánnak, hiszen nem volt kétes helyzet, amit vitattak volna, vagy véleménykülönbség alakult volna ki valamely esemény körül. Tényleg a játékra figyelve teszik a dolgokat a csapatok. Most például Todorján védte a kék vonalról érkező Bors Kuba lövését. Majd itt most Rujka korongszerzéséből Tóth Adrián nem indult el, elindítja a korongot, viszont a Bacik 22-esen, miközben sorcsere. Berta, Albert, Tóth Gergő, Vojtko, Colin Joe névsorban most ment a házigazdáknál. Berta szerzi meg a korongot és jön is előre, de konkrétan hasba paskolta a korongot bíró Tóth. Most Tóth Gergő egészen messziről, de kapus szempontjából nagyon kellemetlen lövés volt, pontosan Tőke előtt pattant meg a korong. Azért csak úgy beleállt, hogy biztonsági hárítás a mamuttal. Majd itt a kapus felemelt kézzel jelzi, hogy elmegy kapuja előtt a pak tilos felszabadítás miatt, áll meg így a játék. 3 perc le is ketyegett már nagy hirtelen így a utolsó 20-ból. És a lényegi kérdések szerint, véleményem szerint már eldőltek, mert a Macik ebben a szezonban eddig lejátszott találkozókon olyan karaktert mutattak, hogy azért nem tudom a fogalmazom, nem jellemző, hogy 4 gólos előnyüket eladnák, és veszély érkezne a meccsbe, de nem látja senki a jövőt, vagy csak rendkívül kevesen. Így hát nem tudjuk majd, hogyan folytatódik a mérkőzés minden esetre. Ellenfeléhez képest jó a kedvező pozícióban űzi, hajtatja a korongot itt az záró 20 perc során a házigazda, miközben ott Magosi megy oda Trankához. A Miskolci Márkóval egy eléggé csúnya szabálytalanság történt. Nagyon mérges a Eges Medvék csapatkapitánya, miközben itt a kollégám mutatja önöknek, Daniel Tranka lekorcsolyázik a büntetőpadra. Magosi is megkapja a maga kis büntetését, nagyon mérges. A csapatkapitány már ott nem tudta visszafogni magát, elég tételvett. Hát
társán, Miskolci Márkón esett sérelmeken. És közben mutatja a vonalbíró, hogy behozzák a bedobást a hazai harmadba. És tulajdonképpen úgy történik majd mindez, hogy marad a létszámazonosság, hiszen páros kiállításról beszélünk. 4-4 ellen folytatják most 2 percig a csapatok. Kolindzsó, Lepanen, vagy bocsánat, ez is Galanis Lepanen volt a gólunk útja. Most átkerül a kezdeményezés lehetőség a vendégekhez, mondom én, aztán ütközések sorozata nyomán a brassói akció érkezik most be. Adorján kapuja elé, ez a kapu elé nőtt korong, ez senkinek nem volt jó, mindenki előtt elsuhat. Kicsit keményednek a belépők, az előző szituáció még benne maradt egy picit a csapatokban. Csadrask szerzi meg a korongot és elindul vele előre, nem nagyon van kit megjátszani, de mégis megpróbálta Sakarit bevonni a hatalmas termetű. Beck, miközben azért hallgattam el egy pillanatra, mert kicsit furcsa volt a Csadrask mozgása, de nem volt semmi gond, szépen lekorcsolyázott és lecsúcsult a padra. Folytatódik tovább a küzdelem, most már azért fokozódó hevességgel. 40 másodperc van még a kiállításokból hátra. Most Rantanent borították fel, aki visszamegy egy picit és hasonlóképpen beleállott egy ütközésbe. Vas. Sakaris. Rujkához megy a korong, elindul előre a Beck, aztán nem annyira kedvező helyzetben találta ott magát, végül Filip választott előtt a korongtól, de hát neki nem is ott kell már Rujkának teljesítenie, vissza is zárt ő pozíciójába a kapu elé. Kolindzsó a Beck pár most a speciális sorban, előttük pedig Pavuk, illetve Kulmára tevékenykedik. Most ennek vissza kiállított játékosok, Tránka és Magosi, újban 5 az 5 ellen a csapatok. Pavok Attila első szándékban nem tudta bevinni a bankot. Kicsit megindult az adókapu, aztán jön egy pertalövés, csak hogy a játékon legyen a fő hangsúly. Borcs és Pavuk akadtak ott össze. Hát, kellett nekem megegyezni így a harmad bevezetésénél, hogy milyen tiszta szépen sportszerűen zajlik eddig a meccs. Hát most egy kicsit így felpecsegtek a indulatok, nem mintha ez nem férne bele a jégkoromba. De hát jó is volt, hogy jött ez a Bertaféle lövés, mert legalább újra mindenki figyelte az eseményeket, mint ahogy eddig jó bő 2/3 át tette. A brassói harmadból bedobással folytatódik a meccs. Tóth Gergő nem ismer akadályt, áthámozza magát mindenen és mindenkin. Jó volt még a passz is oda Alberthez, de felkapták a korongot a miskolci támadó elől. De még ott a korong közel, nagyon közel a gólhoz a házigazda Tóth Gergő, és Tőke néztek ott egymás szemébe egy pillanatra, majd még egyszer oda megy a pak, és egy verekedés is kialakul itt, Csikés. Berta akadtak ott össze. Csiki kialakított most így a csapatának egy emberölőnyös játékot, mert előtte adott egy kicsit magas ütközést ott Bertának, akinek vérzik a szája, de azt nem vették észre a játék között ők, hanem amikor már ő vett elégtételt korábbi csapattársán, azt már igen. Az első alkalom a meccsen pedig már a záró harmadik, 7. percében járunk, hogy hazai ember hátránnyal folytatódik a meccs. Most ez is megtörténik majd, ugye Berta Ákos a kiállított játékos. Hát a játékvezető tájékoztatja itt most a megjelenteket, Rantanen és
Wolves sporttársakat, majd a vezető edzőket is ott a padon. Mégiscsak lesz egy kiállítás a vendégcsapatnál is. Ezt eddig semmiféle jelzés nem idézte elő. Itt a rövid megbeszélés követően, amit tartottak a két játékos, illetve a két vezető bíró jelenlétében itt a zsűripülke előtt, aztán ebből a beszélgetésből az kerekedett ki, hogy az előző affér másik résztvevője Csiki is kap egy kis büntetést. Tehát akkor visszavonom az előző mondatomat, most sem lesz olyan, hogy a macik ebben hátrányban lennének, hanem megint egy páros kiállítás. Megkapja a tájékoztatást az előző történésről, illetve a játékvezető ítéletről. Ez azért érdekes, mert ugyan ott ül Csiki a padon, de a táblán még nem jelent meg az ő kiállítását jelző felirat. Esélytelen bármit is megérteni abban, amit a zsűrifülke mond. Tájékoztatnak most minket arra tulajdonképp, hogy mi is az ítélet, de csak tippelni tudok. De nyilvánvaló, miután Ritu László is kijött a büntetőpadra hazai részről, ez azt jelenti, hogy a Berta fegyelmit is kapott, de aznak nyomát nem látom a táblán. Elnézést kérek, nem tudom most tájékoztatni önöket, hogy pontosan mi is a állásfoglalásnak a lényege, miközben a brassói helyzetből egy Pavuk jegyezte felszabadítással folytatódik a korongjáratás, de azonnal zúdulnak vissza a vendégek a hazai kapu elé. Wolves hátra forgat, de nem tudják bent tartani a harmadba a korongot a vendégek. Filip nyújtózkodott, de elnézést, de nem ért el. Nagy versenyfutásot Lepanen győzött ebben a sprintben, majd ebből talán lesz még egy megindulás is. Stofflet és Magosi érkeznek oda a koronghoz, de nyilvánvaló a brassói játékos kedvezőbb helyzetben volt meg, és tudta tartani a korongot, és el is indított a csapat akcióját. Nagyon jól lépett oda Miskolci Márkó, Lepanen szintén szépen oldják meg ott ketten a palánk tövében pici területen. Nézzük, 40 másodpercig játszik még Empler előnyben a vendégcsapat, nagy a koronggal. Zabludovszky tovább tolja, nagyon jó védekezés volt ott, önfeláldozón csúszott be Rask, nem is tudta elütni a korongot, csak pár másodperc spéttel. A vendégtámadó, majd Zabludovszky és Nagy jön hátra a saját kapu mögé a koronghoz, miközben lassan jönnek vissza az érintettek. Nem jönnek vissza az érintettek. Nagyon sajnálom, én tényleg nem lehetett érteni ott a csarnokban a zsűri fülkéből elkező állásfoglalásokat. Ezek szerint 2 plusz valamennyit kaphattak az urak, és még ott csücsülnek a padon. De pontosan mi még egyszer onnan azt nem tudom elsorolni most önöknek. De mindegy, illetve nem mindegy, de ezt most itt lezárnám inkább, ha megengedik, hiszen már csak 11 perc van hátra a találkozóból. DVTK Egesmedvég Brassó 5-1, és a 4 gólos alányrag nagy hazai vezetés ellenére is nagyon jó tempójú, egyre keményedő párharcot láthatunk itt a Népkerti égcsarnokban. Szirakovsznak nem kellett sietni, mert ez a lőtt passz nem volt jó Tóth Adriánnak.
játékosok most a hazai harmadban. És a bulit követően a vendégek élet egy pillanatra korong, aztán majd most lesz az igazán lényeges, mert visszaszerzik a pakkot a sárga kékek. Szépen felállnak, elkezdődik a korongáratás. Bors lövi meg a korongot, amit nem tud megkapanítani a Dorján. Aztán a második hullámban érkező Tranka lövését követően már megvan a pak. Akkor a tömeg áldott a Dorján előtt, hogy a róla kiperdülő pakhoz nyúlni sem tudott, hozzáférni sem volt esélye. És a lövés, ami szintén nem volt egyszerű helyzetből leadott lövés, mert aránylag közel volt már Tranka. Na, az a hárítás már szépen sikerült. Rujka szerzi meg a korongot és Pavukot vonja be a játékba. Kulmala hatalmas tempóban, de sajnos hiába ér oda elsőnek a koronghoz. Tilos felszabadítás miatt visszafújják a játékot a hazai harmadból, bedobás újból. Közben letelt már a harmad fele. Bors, nagyon nagy bomba, Rujka beláll, meg sem rezdül, pedig eltalálta rendesen a bekket ez a távoli ágyúzás. Majd Pavuk, nagy helyzet, pedig jaj, de okos játék! Pavuk Attila lövőcselére elmentek a vendégek, és Rasmus Kulmala, a 87-es számú jeges medve játékos, a gólszerző. A képen a gólpaszt adó Pavuk, ő csak a gólpasszos idézőjelben csak ott, és Kulmala jegyzi a hatodik jeges medve gólt. Egy gyönyörű gólpassz után jött közelről a találat, amire már nem tudott mozdulni sem a mezőnyben senki, sem ott a gólvonalon Tőkekapus. Nagyon okos, higgadt megoldás. A záró harmad tizedik percében vagyunk. Mert a második harmad végén Peter Sakaris lövése sem, vagy találata sem volt egy csúnya gól, hasonlóan egy nagyon komoly lövőcsel után, amelyre elmozdultak a vendégek, jött egy egész harmadot átszelő átadás, egy mérteni pontos passz, és úgy paskolta be közelről Sakaris csapata gólját, hát most ez egy hasonló gól volt. Nagyon okos, higgadt megoldás Pavuk Attilától, és a lövőcsele teremtett egy tiszta zicsert Kulmalának, aki élt is ezzel a lehetőséggel. Ez volt a hatodik hazai gól története. Kiállítás lesz Jarkko Leppänen a nagy adok-kapok közben. Őt látták szabálytalannak, pedig dolgoztak egymáson a urak ott. De a játékvezető most a jeges medvék védőjét vélte szabálytalannak. Felpörögtek az események így a záró 20 percre, jönnek a kiállítások. És hát már van egy gól is ebben a harmadban, nézzük, lesz majd több. Szirakovszki átforgat a túloldalra. Filip passza után, neki szerencsés kellett ahhoz, hogy a Brassó időkön maradjon a korong. Vilgos jut még bele egészen közelről ebbe a lőtt korongba, lőtt átadásba, de Adorján kontrollált a mozdulatot, követte a korong útját és állítani tudott. Jönnek előre újból nagy tempóban a vendégek, hiszen másfél percig ember előnyben játszanak. Többen Berta fegyelmie leketyeget már. Ő visszajöhet, ha majd újból becserélik őt Tiszel vezetőedző. Jarkko Leppänen kis büntetése tartott még 1 perc 29 másodpercig. Bedobás a hazai harmadból közben. Molnár és Kulmala álltak oda bulihoz, és most a vendégek a korong. Molnár az eddig nagyon szépen ment előre, de jól nyújt ki, nagyon jól, hasznosan nyújt ki a párttal Adorján. Ebben a lövésben pedig beletette az ütőjét Kulmala, és hatástalanította Stofflet kísérletét. Thank you.
megint csak egy nagyon fontos mentés Kulmarla részéről, mert nem lehetett elkezdeni a korongálatás az összjátékot a vendégeknek. Jól nyúlt közbe a finn támadó megint csak. Közben nagy kanyarodik, hogy lőhessen. Egy picit céltévesztett és a palánktól visszapattanó Molnár ütőjén tovább tolja. Stofflet szadugát vonja be a játékba. Nagyon jól zárnak ott a létszám hátrányban védekező Jegesmed még saját kapujuk előtt. Zabodowski tovább tolja, nagy, csak lövőcsel, most jön a lövés, ezt viszont nem találta el jól. Ott a túloldalon Stofflet, pedig ráhegyezték ki a figurát most a vendégek, de nem sikerült a lövés. 30 másodperc még a vendégek ember előnyéből. Szakarisról pattan oldalra a korong, amit megtartanak még a vendégek. Aj, hogy belenyúlt! Rendkívül veszélyesen még ott Zabludovski! És a ficakba perdülő korongot még valahogy kivarázsolta a torján. Remek reflexel hárított, itt pedig egészen tisztán, gyönyörűen belállt ebbe a nagy bombába a Jegesmed végkapusa. Megint nagyon jól véd a Dorján Attila, de hát ez látszik is az eredményen. És 9 másodperc múlva jöhet vissza Jarkko Leppänen, tehát letelik a hazai ember hátrány. De ez a 9 másodperc még azért veszélyes lehet, még megizzaszthatják a mieinket a vendégek. Na nézzük! Megvan a buli után a vendégeknek a pakcsiki, tovább tolja, Zsók indul meg. Visszakapja a korongot, most jöhet vissza Leppänen. Csiki nem tudta egyből lekezelni és tovább ütni. Ennek ellenére nagyon veszélyes lett, és Péter kikapartotta gesztenyét a többieknek, de nem ő jegyzi a találatot, hanem bíró, a vendége 94-ese, bíró Mátyás terelte a kapuba a korongot. Elnézést, ahogy oda érkezett hozzá a pak, az nagyon szép egyéni teljesítmény volt. Már kiegészültek a macik, mert létszám azon a helyzetben esett a gólt, de még nem tudott bekapcsolódni a padról visszaérkező Leppänen a csapat védekezésébe. Csadorján ennél már tehetetlen volt. Állása, 7 és fél perc van hátra még a találkozóból. Joe. Rendtelen indította be a gépezetet, ő terelte be a korongot a brassói kapu, a brassói harmadba, Magosi. Nem tudta tovább ütni a korongot, de... És egy hatalmas harc zajlik ott a pak megszerzése érdekében. Az odaszorítósni miben torkollik majd egy sípszóba. Sorcsere mindkét oldalon. Az előző játékban bent lévő már fáradtabb lábak és lemennek a padra, és egy picit talán pihentebb névsor érkezik most be. Rask, Leppänen, Vas, Pavuk. És a kapu elé korongra érkező Szakarisz végemlíthető. Nagyon veszélyesen játszik, mint a Szakarisz. Több helyzet is kötődik a nevéhez, no meg nem mellékesen 2 gól. Kiperdült a játéktéren kívülre a korong, ezért áll meg a játék is. Kicsit ott nyugtatni kell a vonalbírónak a kedélyeket. Pavuk Attila is bíró Otto. Kicsit ott egymásba akadtak, de megy tovább a lényeg, a korong járatása. Vas saját kapujánál. Pabukhoz ment az előtt, passz, aztán nem lett volna rossz elképzelés Pabuk Attila részéről az a finom mozdulat, de bele tudott még kaparni Szirakovsz az átadásba, és majdnem egy brassói kontrába fordult ez a hazai támadás építés. De most majd talán túloldalon Leppänen, eljön a koronga túl, vissza a feladó oldalra. Szakarisz nagyon közel járt az újból, tulajdonképpen a harmadik
góljához, de most nem tudta azt a döntő mozdulatot bevinni ennél a helyzetnél. Ruika Rantanen páros adogatott ott, és elindul előre a finnek, de kibillentik egyensúlyában, és nem érhette el a korongot. Nagyon nagy hiba ott vendégrészről, lementek cserélni a prassúlyak, és Ruika ölébe hullott ott egy ajándékpak. Aztán ez itt tilos felszabadítás lesz. Nem lesz, mutatja a vonalbíró, hogy mehet tovább. Rantanen kapcsol és el is indítja a csapat a támadását. Kumala elindítja ő a cselgépet. Nem lehet egy hálás dolog Rasmus Kumalával szemben védekezni, de most Toflet jól oldotta meg. Kicsit keménye, de jól. Ezt tudta meg, két méretes és nagyon látványos ütést kapott Rasmus Kumala, majd utána egy nem az ütközéssel volt a baj, hanem a képen látható úriember mozdulatával Wolfs szabálytalanul ütközte le ellenfelét, és ezért életbe lép a brassói csapat hatodik kisbüntetése a mérkőzésen. Újabb remek gólszerzési lehetőség, ez most a Maciknak, Galani szálloda a bedobáshoz. Kolindzsó, Lepanen, Miskolci Márk és Magasi Bálint vannak még bent hazai részről most. Kicsorog a korong, és milyen gyors Péter, hogyan indul előre, aztán úgy kell korrigálni a Zsónak. Villám gyorsan egy rodadozó sebességével csapott le a korongra Péter, és nem csak hiába volt, hogy eliramodjon ezzel a megszerzett koronggal. Magos érkezik, nem tudja a társhoz továbbítani a pakkot, vagy igen? Nem. Galanis menti meg, hogy nehogy indítást legyen belőle. És most szépen rendezik a sorokat a medvék, és a backpár adogatásából most elindítja újabb akcióját a házigazda. Átcsorog a korong a túloldalra, Magos érkezik, Galanis van még ott segítségként, meg Kolindzsó is hozzáér, Galanis átforgat a túloldalra, a Lepanen ütőjén a korong. Magosit vonják be a játékba, a passz a túloldalra, Magosi átadásából pedig most nem lesz gól, Galanis nem sokat tévesztett, Peter Sakaris indul most meg, jaj, hogy eladták Magosival ezt a szituációt, aztán összeütköznek. Milliméterek hiányoztak az újabb hazai találathoz. Az ütközés következtéből Ben Magosiról lerepült a sisakja, és azonnal le kellett Corinson. Jeges Medvék 82-ese. De folytatódik még a történet, hiszen 25 másodpercig emberelőnyben korongoznak még a házigazdák. Rantanen jön hátra saját kapuhoz, saját kapu mögé a koronghoz, ért. Vilgos visszalövi, 10 másodperc emberelőny még a piros-fehéreknek, újban elindul Rantanen. Ruika van ott mellette, hogy biztosítson, de most nem ő ér hozzá, hanem Rantanen saját kezébe veszi az eseményeket. Jön középre a korong, és bizony nem sok hiányzott. Ruika tartja még bent a korongot, nincs hívszó, meg tovább a játék. Kapura ütötte messziről a Beck, a kék vonalról, amit a társak össze is szednek. Pabuk Attila, ő is kapura üti, kitereli a Mamutta bíró, vagy elnézést, tőke a korongot oldalra. Pabuk megszerzi megint. A túloldalon Kolindzsó bukkan fel, és még azóta nem volt játék megszakítás, hogy Magosi sisakját lehozhatták volna. Most van játék megszakítás! Tóth Adrián érkezett méltani pontosan erre az átadásra, és nem tudott őke mozdulni. A hosszú oldalra, a kapuvas mellé bepaskolt a fél magasán Tóth Adrián. Csapat a hetedik találatát. A 18. percben újból változik az eredmény.
kapta Magosi ütőjét és sisakját, de talán még ennél is fontosabb, hogy változott az eredmény. DVT Kelgesvetvég Prassó 7-2. Hát ilyen nagy arányú különbségre előzetesen talán nem is lehetett számítani. Minden esetre a Macik teljesítménye parádés, egészen komoly fegyvertény a Prassót ilyen arányban legyőzni, de még nincs vége a meccsnek. Berta jön előre a koronggal, utolsó két percen belül vagyunk. Ritóhoz nem jut el, de Berta lőhet! Jön a lövés, nagyon-nagyon védett őkkel! Lekapta a korongot, gólba tartott a pak. Mind a két mozdulat nagyon fineszes, nagyon szép volt. Buri után megvan a Maciknak a korong, Leppänen tovább tolja, Rask. Megint Pell. Ezek a lőtt passzok a kapu elé és arra, ahogy érkeznek a Macik, nagyon-nagyon komoly fegyvertényt jelentenek. Itt a prassói játékosok tudnak erről mesélni, mert nem egyszer, nem kétszer, eddig nem megoldható feladvány elé állították őket a Jegesmedvék. Ezért is jutott el ilyen sok lőtt húlig a házigazda. Nagy lövi meg a korongot, Gligához pattan a palánkról, ő még tovább tudja tolni. Bíró, ez már nem volt olyan jó megoldás, mint ahogy eddig jött a prassói akció. Vissza kell korcsolni saját harmadba Gligának. Eladták a korongot most a vendégek, amit Magosi csípel. Ott forgat még Galanis, mögötte Rantanen kapja is a korongot. Kitalatott Magosi, mert jött a korong, nem is kapura, hanem hogy ő beleérhessen, és nem csak hiányzott, hogy bele tudott szúrni még. Jegesmedvék 82-ese. Összeakadnak ott még a legények, a vonalbíró igyekszik szétszedni a tulakodókat, mert már csak 30 másodperc van a találkozóból hátra. Nem lassítanak a csapatok, mennek tovább ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. Rujka, Miskolci Márkó megtartja, most már higgadtan, szépen, okosan. Nem rohannak annyira előre a Jegesmedvék. Az utolsó 10 másodperc kezdődik el, Rantanen Rujka adogatás ott hátul. Visszaforgat a Finn Beckhez az amerikai kollega, és ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Hát mindenképpen elmondható, hogy talán egy rangadója volt a játéknapnak a Prassó-Miskolci vendégszereplése. Aztán a hazaiak gondoskodtak arról, hogy ugyan minőségében megállja a helyét ez a jelző, de tulajdonképpen, ha valaki ezt a meccset végignézte, vagy az eredményre pillant, egy picikét már azért árnyalni kell a képet, mert az első harmadban nyújtott kitűnő teljesítményével eldöntötte a képen látható DVTK Jegesmedvék csapata ezt a találkozót. Már azt 4-0-ra nyerték a Macik, és akkor még annak hol volt a vége. Összességében nagyon jó játékkal, magabiztos sikert arattak a Macik, és tovább menetelnek az Erste Ligában. A végeredménnyel búcsúzunk, DVTK Jegesmedvék Prassó 7-2. Köszönjük a figyelmet!